5-5 sorban álltak a civil szervezetek képviselői a Városháza díszterme előtt, hogy részt vegyenek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum soron következő fórumán. A téma a NEA 2020 határidői voltak, illetve a pályázatokat érintő legfontosabb változások. Jelentősen megnövekedett az alapnak a kerete. 5,9 milliárdról 7,7 milliárdra növekedett, ami szerintem egy nagyon szép összeg, és a történelme során a legnagyobb NEA összeg, ha jól tudom. Ennek az oka, hogy az SZIA 1%-a, amit, ugye a civil 1%-a, amit nem hagyunk hátra magánszemélyként egy civil szervezet javára, az automatikusan a NEA alapba vándorol be. És így jött össze 1,8 milliárd forint, tehát 5,9 és 7,7 közötti különbségről beszélek, pluszban, amire a civilek tudnak pályázni, ez szerintem egy kiváló hír. A civil 1%-ot ebben az évben 27 ezer szervezet javára 8,3 milliárd forintos összegben használták fel a magyar állampolgárok. Megyénk is jól teljesít, a lehívási képessége kiválónak számít. Fontos tudni azonban, hogy nincs automatizmus, tehát aki egyszer nyert, nem nyer újra automatikusan. Nyíregyházának jelentős partnere az a több mint 700 helyi civil szervezet, amely aktívan működik a városban. Nekik éves szinten közel 25 millió forintos támogatást nyújt az önkormányzat. Nagyon fontos közös városi rendezvények aktív résztvevői, ez az egyik része. De a civil szervezetek önmagában a saját területükön végzett munkájuk nagyon fontos, és ezért támogatjuk is. Tudjuk azt, hogy a civil szervezeteknek két pályázati lehetőség van. Itt nálunk, hála Istennek, az önkormányzat biztosított a pályázati lehetőség, és a NEA. Ezért adott otthont a Városháza az információs fórumnak immár 6. alkalommal.